A gond az, hogy még az erős nő is erős férfivel vágyik. Ott van benne, ott ül bent a szívében, hogy ennek egy erős férfi kell. De amikor találkozik egyel, akkor nem bírja ki. Arról nem is beszélve, hogy erős nő már fiatal korában gyenge férfiakat vonzott be, már olyan értelemben gyenge, hogy a nő hordta utána a nadrágot. Tehát ha a nő hordja a nadrágot, azt nevezzük erős férfinak, ha nem a férfi hordja a nadrágot, azt nevezzük gyenge férfinak. Fizikailag akármilyen erős lehet, az nem számít egy párkapcsolatban. Hát az elején még számít, szexuálisan persze, a nőnek, nagyon sok nőnek ez számít, nagyon fontos, de utána már nem, mert megszokja, és akkor előjönnek a lelki dolgok, amelyek fontosabbá válnak. És egy nagyon fontos lelki dolog, hogy ne a nő hordja a nadrágot. Miért? Az elején tetszik neki, de utána belefárad. És amikor belefárad, akkor azt a gyenge férfi szépen két lába kirúgja. Nagyon sok erős nő panaszkodott már nekem emiatt, hogy nem talál normális férfit, akivel élhetne, mert mindegyik pasi tutyi-mutyi, egyik sem tud önállóan cselekedni, egyik sem tud dönteni. Hát, kedves hölgyem, itt belül picit meg kell változni, kicsit lágyabbá kell válni, kicsit odaadóbbá, kicsit jobban átadni a döntéseket a férfinak. És akkor már is tud találni másfajtát is. De vigyázzon, mert amikor először jön a másfajta, akkor nem fog tetszeni, mert ő megszokta a tutyimutyikat. És csak azokat tudja bemondozani, ha egy erős nő. Tehát erre készüljön fel, hogy először még nem fog tetszeni. Tanulmányoz ezt a másfajtát, és meglátja, hogy meg fog tetszeni. Mert vannak erős férfiak, a férfiak 10%-a erős. Már úgy értem, hogy tudja hordani a nadrágot, ha hagyják neki. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Kérem, lájkoljanak és iratkozzanak fel a csatornámra. Viszontlátásra!